A városnapi ünnepi testületi ülés a hagyományoknak megfelelően idén is az önkormányzati díjak átadásáról szólt. Az év helyi civil szervezete a Hálóköz Alapítvány lett. Tolnaváros kiváló közszolgálati tisztviselője elismerést Nagy Istvánné vehetett át, aki 40 éven át szervezte a helyi diákétkeztetést. Tolnaváros kiváló közalkalmazottja díjat Jankó Józsefné óvónő és Maul Miklós Péter zenetanár érdemeltek ki. Tolnaváros sportjáért díjat a Városi Teniszbajnokság szervezőjeként Sali Ádám vehetett át. Tolna városért kitüntető díjat pedig idén Maráciné Kovács Mária, pénzügyi szakember, a helyi egyesületek és alapítványok segítője, valamint Kovácsné Füri Margit, a Tolnai Karitás csoport leköszönő vezetője kapott. Nagyon-nagyon jó érzés, egy megkönnyebbülés. Azért, hogy amiért küzdöttem, annak lett eredménye. És tulajdonképpen az, hogy ezt a várostól kapom, Tolnától, ami végül is nekem nagyon-nagyon sokat jelentett minden, és a Karitás csoport felterjesztésére, akik olyan közösséget adnak nekem a mai napig is, a családom, akik mellettem állnak, ez tulajdonképpen igazolta egész életemnek a vágyát, hogy legyen körülöttem egy meleg, befogadó közösség. Az unokáimmal tudok többet foglalkozni. Kisunokáim, akik most még nagyon igénylik az én segítségemet, meg a szeretetemet, úgy érzem, hogy nekem ez óriási ajándék. Egy kicsit pihenten másik oldalról, de amennyit tudok, a Karitásba is szeretnék tovább tevékenykedni. Appelszofer Ágnes, a város polgármestere arról beszélt, a közösség számára fontos, hogy évről évre elismerjék azokat, akik az átlagosnál többet tesznek Tolnáért. Előtérbe szorult a segítő tevékenységet végző személyek, illetve szervezetek elismerése, ez nem véletlen. Tehát azért a 20-as évektől az életünk megváltozott. Olyan dolgok történnek velünk, amikre nemhogy nem számítottunk, szinte elképzelhetetlennek gondoltuk, hogy ilyenek lesznek. És ezeken a nehézségeken, akár anyagi nehézségek, akár lelki nehézségek, hiszen nagyon sokan elvesztették akár a munkájukat, vagy hozzátartozójukat a betegségben, esetleg vannak rokonaik, vagy ha rokonaik nincsenek, itt nyilván látják, hogy a szomszédunkban dúló háborúban mennyien veszítik el életüket. Én azt gondolom, hogy egy kicsit talán jobban előtérbe szorult a segítés, és én nagyon örülök annak, hogy ebben a városban mindig vannak olyanok, akik segítenek. Mert hogy segítségre szoruló emberek mindenhol vannak, de ez különösen szívmelengető számomra, hogy itt vannak olyanok, akik önzetlenül tesznek azokért, akiknek arra szükségük van. Mind a mellett pedig hát nyilván nem csak ezeket az embereket díjaztuk, hanem pedagógusokat és sportszervezet vezetőt. Tehát én azt remélem, hogy még sok alkalmunk lesz velük is és másokkal is együtt ünnepelni a város napját. Appelszofer Ágnes beszélt azokról a fejlesztésekről is, amik az elmúlt években valósultak meg Tolnán, és természetesen a következő időszak tervei is szóba kerültek. Én nagyon szeretném, hogyha jövőre már esetleg azok a beruházások is megkezdődhetnének, amik egyelőre még csak tervszinten vagy ötletszinten vannak meg, hiszen ne felejtsük el, hogy a következő pályázati ciklusban, ami számunkra hamarosan elkezdődik néhány hónapon belül, várhatóan több mint 4 milliárd forint fejlesztési forrás fog érkezni a városban. Szeretnénk azon az úton tovább menni, amelyet korábban megkezdtünk. Tehát a város csinosítása és korszerűsítése mellett nyilván lesznek új dolgok is, de nagyon szeretném, hogyha a régi dolgokat megőriznénk, ugyanúgy, mint ahogy ezt a monarchia korabeli huszárlaktanyát is megőriztük, és új díszbe, új pompába öltöztettük. Én remélem, hogy az elkövetkezendő években mondjuk a város hosszú távú vagy középtávú fejlesztési elképzeléseiben a város is egy kicsit
fel fog lendülni, és egy kicsit talán új színeit tudjuk megmutatni az itt lakóknak is, és az ide érkezőknek is. Az ünnepi testületi ülés után Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondta stábunknak, a most díjazottak nem csak Tolnáért, hanem az egész megyéért, sőt az ország fejlődéséért is dolgoznak nap mint nap. Egy városnak a lelkületét az sokféleképpen lehet értelmezni. Az értékeket azokat sok esetben materiális módon tekintjük utcákban, járdákban és középületekben, hogy a legnagyobb érték az nem feltétlenül az épített környezet, hanem akik építik ezt a környezetet, és azok a lelkületek, azok az emberek, akik ezek a falak és a település határain belül élnek. Tolna városa szerencsés lehet abból a szempontból is, hogy itt az ünnepségen hallott életutak olyan személyeket tartalmaznak, vagy olyan személyeket mutattak be, akik több évtizeden keresztül értékteremtő módon értéket teremtettek, és nem csak saját maguk számára, hanem Tolna város számára is, és ezáltal a megye számára és az ország számára is. Nagyon nagy tisztelettel tartozom azoknak, akik most itt díjazásban részesültek. Megérdemelt elismeréseket tudtunk ma átadni olyan életutak, olyan életpályák számára, amelyek példaértékűek. Az ünnepi testületi ülésen pénzjutalmat és elismerő oklevelet vehetett át Gólman Dávid és Jelencsik Zsolt is. Ők azok, akik márciusban megtalálták a Mözsi városrészben eltűnt kisfiút.